Tisztelt elnök urak, hölgyeim és uraim! A vadászat sok évezredes kultúrája a történelem előtti időkre nyúlik vissza. A vad elejtése és a zsákmány birtokba vétele az ősember közösségei számára nem kevesebbet jelentettek, mint magát az életet. Nem véletlen tehát, hogy már a paleolitikum idején megjelennek azok a vadakról és vadászatokról készült művészi ábrázolások, amelyek ránk hagyományozzák ezt a legősibb szenvedét, amit vadászatnak nevezünk. Gondoljunk az Altamira barlang falfestményére, ahol nem csak a bölényt és a vadlovat csodálhatjuk meg, hanem korunk kedvelt vadjait, úgyis, mint a vaddisznót és a szarvast. Ezeket az ábrázolásokat áthatja a vad iránti vágy a zsákmány megszerzésére, de benne van a vadtól való félelem és tisztelet is, és benne vannak azok a szertartások, amelyek részben a szerencsés vadászatért, részben pedig a vadért bemutatandó áldozat célját szolgálják. A vadászat egy korai szakaszában még korán sem a sport izgalmát jelentették. Ember és vad szembekerülése nagyon gyakran végződött azzal, hogy a vad kerekedett felül a lándzsával vagy különböző terelgető hajtó praktikákkal vadászó ember volt a vesztes, az életével is megfizetett. Szembeállás és egymásra utaltság. Ez jellemzi ezt az időszakot, és nem véletlen, hogy hamarosan megjelennek a vadak a mitológia területén, a magyar monda világban is, gondoljunk csak a turúra, vagy a csodaszarvasra, vagy más népeknél medvére, sasra, oroszlánra sorolhatnám. De megjelenik az antik civilizációk mitológiájába is, a görög-római mondavilágba. Rómaiaknál Jupiter lánya, Apolló ikernővére, Diana a vadász, aki a görög mitológiába Artemisnek felel meg. De numizmatikára térve, vegyük csak kezünkbe Maximinianus Herculiusnak a medaljonját, és megcsodálhatjuk a gyönyörű oroszlánfejes köpenyt, amely a bátorságnak, a legyőzhetetlenségnek a szimbóluma. És megjelenik a középkori iniciálékban, és megjelenik a középkori pénzeken, gondoljunk csak IV. Béla pénzére, a sólyomra, amely rácsap a nyúlra, megragadja a nyulat. Hisz a sólymászat a vadászatnak az egyik nagyon megbecsült és szép neme volt, és mai napig is az. Aztán meglátjuk a heraldika területén is a vadfigurákat, oroszlánokat és sasokat, és sorolhatnám. Majd a 14. században, aztán a táblaképeken is egyre több vadászjelenetet látunk. Gaston Phoebusnak a Vadászat könyve című képekbe gazdag műve erősen hatott a későbbi éremművészekre és pénzverő mesterekre is. A reneszánsz idején, majd az újkorban a vadászatot gyakorlók az élet napos oldalán járó. Itt már egyre inkább a sportszenvedély lép előtérbe. Felépülnek a vadászkastélyok, a paloták, és az ezekhez szükséges díszítmények, gobelinek és képek sokasága. Persze az új és legújabb korban a vadászat, mint egy üzenete, sok színes litográfián, majd később a fényképezésen keresztül mindenkihez eljut. A vadászat miért ne jelentkezne tehát az érem ábrázolásoknál?
Egyrészük a művészet körébe tartozik, azok a művészi igénnyel készült érmek, amelyek gyönyörködtetni akarnak. De van egy alkalmazott formája is a vadászati érméknek, jelvényeknek, kitüntetéseknek. Ahogy a vadászat leginkább sporttá válik, úgy ennek a kellékeit is ki kell szolgálni. És jönnek a trófeabírálás érmei, és más olyan jelvények, amik a vadászathoz kapcsolódnak. És ne felejtkezzük meg arról sem, hogy ahhoz, hogy sportvadászat legyen, kell lenni vadgazdálkodásnak, nagyon kemény, hivatásos munkának, és ennek az elismerése is megjelenik. Ezek azok a kitüntetések, amelyet a vadgazdálkodásban és a vadászért tett szolgálatokért adományoznak azoknak, akik ezt megérdemlik. Sajátos terület a vadászati eseményekhez kapcsolódó világkiállítások, versenyek. Ezekre is készülnek emlékérmek, és készülnek kitüntető érmek is. Ahogy a vadászat varázsa rabul ejtette az embert, magamat is beleértve, úgy az érmek művészi világa is, magamat is beleértve. És a kettő találkozása hozta létre a numizmatika vadászattal foglalkozó ágát. Erről szól a mai szakmai konferencia, ahol avatott kutatók mutatják be a szakterületeket. Kívánom, hogy mindnyájunk örömére gazdagodjunk ismeretekben, szépségben, és emlékezzünk a magyar föld páratlan vadvilágára, amely nem csak a mai, hanem a holnapi vadászoknak is kincse és felelőssége. E gondolatok jegyében nyitom meg a konferenciát, és adom át a szót szakelőadóinknak, Holósi Istvánnak, Rajman Jánosnak és Benne Attilának. Köszönöm, hogy meghallgattak.